is when you have bid goodbye to the book, you sent it to the print, and it's already all over the world. What happens then with you? Can you say goodbye to it? Is there a silence in you? Can you do something totally different the next day? Well, you know, these days it's not that simple. It's taken me now 2 years to bring the book into the world. I mean, I finished writing the book in at the end of 2011, and then I finished editing it in 2012, and now it's 2014, and I've been traveling all around the world, you know, sort of bringing the book out, to readers. So it's been a long transition. Ez manapság már nem olyan egyszerű, mert a könyvet 3 évvel ezelőtt fejezte be, utána 2 évig még szerkesztette, illetve 1 évig még szerkesztette, és már 2 év betelt, amíg a könyv aztán elindult a világ körüli útjára. Tehát ez nem egy ilyen egyik napról a másikra történő folyamat. Now what I'm doing is I'm spending a couple of months doing Zen related work. So I'm in Vancouver now leading a Zen retreat. So it's nice. It's a nice way to transition. Az átmenetnek egy nagyon jó módja az, amit most csinál. Néhány hónapja egy Zen elvonuláson van Vancouverbe, és a Zen buddhizmusra kapcsolatos tevékenységeket végzi. Érdekel, később akartam megkérdezni, de akkor érdekel ez a dolog nevezetesen, hogy ő, aki ugyanúgy két kultúrát egyesít önmagában, miképpen képes Vancouverben a zen buddhizmus rendje szerint élni. Tehát hogy tudja óvni azt a világot, ami mégis az nem az ottani közeli világ, hanem egy egészen más, az ősi, a Japán, ahonnan ő is származik. You also impersonate basically two cultures. And the question is, how can you do both, basically, in Vancouver? How can you protect a different culture in Vancouver? How can you do both, basically, in a Western culture? You mean Japanese and North American? How can you practice Zen Buddhism in Vancouver? Oh, well, there's a very well-developed North American Zen, you know, community. Both on the West Coast as well as on the East Coast, in Canada as well as in the United States. So there are a lot of people who are practicing Zen now. And, this has been so for probably about 50 or 60 years. There have been temples and teachers coming from Japan, and now there's a large number of teachers who have been trained in the West. So Zen Buddhism is really a growing religion, a growing spiritual practice. 50-60 éve már egészen széles körben gyakorolják a Zen Buddhizmust Észak-Amerikában is, vannak templomok, és vannak Japánból érkezett tanárok, így ma már olyan tanárok is vannak, akiket ott képeztek, és ezért nem olyan bonyolult zen buddhistának lenni. De ő megfejtette, hogy egyébként a nyugati ember számára miért lett olyan fontos, és miért lettek oly sokan éhesek rá, amire bizonyíték az is, hogy Észak-Amerikában is egyre többen művelik, és mi Magyarországon is tapasztaljuk, hogy bár valamelyest késéssel, de hogy egyre többen fordulnak e felé, a vallás felé. Do you have any insight on why there are so many people practicing an Eastern religion in a Western culture, which we also see here in Hungary, where there are a growing number of people who are interested in this culture and this religion? Yeah. Well, I think that there's something about Buddhism and Zen Buddhism that is it's very timely. I think that religions are constantly changing too. But Zen philosophy and Buddhist philosophy makes a lot of sense, I think, now in the world, in this modern world that we live in. So much of the world. You could almost say that our religion now is scientific rationalism.
And, you know, Buddhism sort of plays nicely with scientific rationalist thought, partly because it's a non-theistic religion. Azt gondolja, hogy a buddhista vallás nagyon időszerű mostanában. Nagyon, mint minden filozófia, minden vallás nagyon sokat változik. Ugyanakkor a manapság hajlamosak vagyunk tudományos elvek alapján vizsgálni a vallásokat, és a zen buddhista vallás ezt a próbát nagyon sok ponton kiállja, lehet tudományos alapokon vizsgálni, elsősorban azért, mert a buddhizmus nem istenközpontú vallás. And I think too that because, you know, Buddhism, you know, focuses on meditation and, you know, sort of, well, the center of Buddhist practice is meditation, in Zen anyway. I think that people really like that. People need that now. You know, we're so in this world because of, you know, the internet and because of, you know, television and movies and you know, all of the kind of busyness of our lives now. People really like the opportunity to, you know, to be still and to be quiet. And I think that's one of the reasons why Zen is becoming, and Buddhism is becoming more popular. A másik ok az, hogy a buddhizmus, de különösen a zen buddhizmus nagyon nagy hangsúlyt helyez a meditációra. És azt tapasztalja, hogy manapság egyre több embernek szüksége van arra a csendre, arra az egyedül létre, amit a meditáció alatt megtalálnak. A rengeteg kommunikációs forma, a nagy rohanás közepette a legtöbb ember szükségét érzi annak, hogy meditálhasson, leülhessen, csendben lehessen, és ezt a zen buddhizmusban megtalálja. De meg lehet találni egy könyv élményében is, azt hiszem, az elcsendesedést, és akkor térjünk vissza az időpartjaimhoz. Nevezetesen, hogy itt valamelyikünkben felmerült, és a kérdés az, hogy vajon Rusz hány ember a könyvben? Nevezetesen, hogy vajon Nao történetében is láthatom az ő gyerekkorát némiképp, vajon Rusz az írónő történetében láthatom őt valójában, vagy ezek ilyen erőltetett képzelgések azért, mert róla tudom, hogy ugyanúgy japán és amerikai származás. But you can also find all this silence and all this meditation in, whilst reading your book. And one of the major questions that we have is in the personalities that you have, in the characters of the book. How much is you is in the different characters, not just in the writer of the character, but also can we see some of you in Nao? Can we see some of you in Jiko, or do we only have this impression because we know of you that you are also a Japanese American author, just as much as Ruth is a Japanese American author in the book? Well, you know, it's a great question. I think that to some extent all the characters in any novel are in some way facets of the novelist and her or his identity or experience, or, you know, that we put ourselves in our characters. We know our characters because they are a part of us. And so in that sense, yes, I think that there, you could certainly see, you could say that there's a part of me in Nao, there's a part of me in old Jiko, you know, there's certainly a part of, you know, my mother in me, you know. So I think that's true. I think that is true. Yeah. Igen, valamennyire benne van, hiszen ő úgy gondolja, hogy minden regénynek minden szereplője valamilyen szinten magába hordozza az írót, hiszen minden író ismeri a szereplőit, és ilyen értelemben benne van, és ilyen értelemben ő is benne van Naóban is, az édesanyjában is, és az összes többi szereplőben, aki szerepel a könyvben. Jól érzem azt, hogy... I think in this case too, though, you know, I was very intentionally and overtly playing with the boundary of realism, you know, like, and reality, you know. So what is real? What is not? What is fictional? This was something that this relationship between the fictional and the real was something that interested me in this particular book too. Ebben a könyvben pedig különösen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a valóság és a fikció közötti különbség az átjárható.
nem egyértelmű, hogy mi a valóság és mi a fikció, és ezt egészen tudatosan írta meg úgy ezt a könyvet, hogy ez ne lehessen azonnal és első ránézésre egyértelmű. De jól érzem, hogy némiképp azért bizonyos vonatkozásban szigorú tükröt is tart a japán kultúra bizonyos motivumainak, nevezetesen mondjuk pont a kortárs erőszakra gondolok, hogyha egyet kiemelhetünk. Can it be justly said that the book in some respect is basically a mirror to contemporary trends, for example the aggression in Japanese schools? So is that an intentional was that your intention to basically show this in your novel? Well, the novel is really an expression of what concerns me, you know, the things that I worry about, the things that interest me, the things that I become obsessed with, you know. So, you know, in this case, you know, I've been following these trends in Japan, the bullying and suicide trend, for example, amongst young people, since the 1990s. And it's something that concerned me. You know, I have a long-term relationship with the country, and so it was something that concerned me, and something that I, you know, that I've been watching over the years. But the same is true also for, you know, the historical things in the book. You know, for example, the kamikaze letters and diaries. This was something else that I was very interested in, and so that ended up coming into the book as well. So really, the book is a kind of a mirror of my mind. You know, it's a mirror of the things that interest me, or that I feel passionately about, or that worry me about the world. Right. Nem is annyira egyes trendeknek és egyes jelenségeknek tart tükröt, hanem inkább az elméjének a tükre, mert mindazokról írta a regényt, azokra a jelenségekről, amelyek őt érdeklik, amelyek őt aggasztják, amelyekkel foglalkozik. A japán iskolákban jelenlevő agresszióval és bántalmazással egészen a 90-es évek óta eleje óta foglalkozik, de ugyanígy igaz ez a regény történelmi vonulatára. A kamikáze pilóták története nagyon régóta foglalkoztatja, ez is ezért jelenik meg ebben a regényben. De mondjuk, hogyha a japánt ott hagyjuk, és az ő személyes történetére vagyok kíváncsi, nőként, alkotónőként, az idő múlását figyelembe véve, őt foglalkoztatja az a kín, ami rúzott kínozza a könyvben, nevezetesen, hogy alkotói válság, van-e inspirációm, képes vagyok-e észnél maradni, a frissességemet őrizni. Tehát személyesen őt nem a világban, önmagában ezek foglalkoztatják-e. But leaving Japan aside and concentrating on you yourself, are you also worried or are you also interested in all those things that Ruth in the book is worried about, like passing time or the crisis that Ruth had writing her book, and also writing as a woman or being a female author? Do you as a writer have also these concerns that your writer in the book has? Yes. Yes, I do. Right. Yeah, I think the book is very much it was interesting to be able to write about all of these things in such a straightforward way. You know, it was a real relief to just decide to be in the book, you know, sort of as myself, you know, and just write about all of these things that do concern me and do bother me, including things like, you know, like time passing and the death of my mother and my relationship with my husband and, you know, my relationship with my mind and, you know, my fears about forgetting things and all of these things are yes, they're all true, I think. They're all things that worry me and concern me. And so it was quite a relief just to be able to, you know, to be able to say, fine, I'll just put them in the book, you know, and to be able to write about them in that particular way. I had a good time. It was a lot of fun. Right.
Igen, benne van. Benne vannak az ő gondolatai is, és amikor elhatározta, hogy ezt ennyire nyilvánvalóan belerakja önmagát a regénybe, akkor meg is könnyebbült, hogy igen, akkor ő maga is benne lesz. Benne lesznek a félelmei az időmúlással kapcsolatban, benne lesz a férjével való kapcsolata, az édesanyja halálával kapcsolatos érzelmei, azok az aggodalmai, amelyek gyötrik amiatt, hogy gyakran elfelejt dolgokat, amelyek mind-mind megjelennek a könyvben. Ilyen szempontból azt éreztem, hogy nagyon sok réteget érintett a könyv. Most már csak az érdekelne, hogy maradtak még ilyen kételyek és kérdések? Vagyis, hogy megvan már a következő regény témája? It also means that there are many layers of this novel. Yes. Yes. So the question is that are there any unanswered questions after reading after writing this book? So do you still have questions? Do you still have worries? Do you still have interests that you didn't deal with in the end of the book? So are you working on something new with all those questions and worries? Yes, I mean, I hope that I'll never run out of questions and worries. You know, remélem, hogy soha nem fognak elfogyni a kérdései és az aggodalmai. Because I think that, you know, the books grow out of my questions and my worries. You know, my concerns about the world and about my friends and about the people I love and about the environment and about the, you know, state of the planet and about our relationship with the material world around us. You know, these are the things that these are the seeds of new books, you know. Mert mindazok a kérdések, amelyek ebben a könyvben is felmerültek, az a rengeteg aggodalom és érdeklődés, mondjuk a bolygó helyzete, a környezetvédelem, az anyagi, a bennünket körülvevő anyagi világ, ezek mind olyan magok, amelyek egy következő könyvnek a magjai lehetnek. Hogyha könyv lehet, akkor film is lehet, mert annyira vizuálisan ír, és hát, hogyha az élettörténetét nézzük, akkor a filmezés jelen volt, vajon az visszatérhet, vagy az nincs a projektek között. If these are seeds of a new book, then can these be seeds of a new film? Because this novel is a very visual novel, and you started out as a filmmaker, so you made quite a lot of films. So can you return to filmmaking? Will you return to filmmaking? Probably not, you know, and the reason is I love making films, but it's really difficult. Valószínűleg nem, nagyon szeret filmeket készíteni, de az nagyon nehéz. And it's very expensive. És drága is. And filmmakers have to spend a lot of their time raising money. És a filmekhez nagyon sok időt kell azzal tölteni, hogy összekalapozzuk a hozzá szükséges pénzt. So it's the business side of the film business that I don't like. That's not where my skills are. My skills are as a storyteller. So it's much easier for me just to tell the story. And I can write a novel very cheaply. You know, paper doesn't cost that much. A filmnek az üzleti része nem érdekli, abban nem jó. Ő a történetmesélésben jó, és az a regényírás az egy olcsó műfaj, abban el tudja mondani a történeteit. Egyébként ő fegyelmezett író, aki reggel 9-kor odaül a gép. But I hope somebody else will make the film. I hope somebody else will make it. De reméli, hogy valaki más is fog belőle filmet készíteni. We hope too. We also hope so very much. It's a very visual novel. You know, on my website I have a trailer. I made a trailer for the book. I wonder if that, if anybody has seen that. If you go to my website, you can see the trailer that I made. Right. And that was enough. That was enough. That was plenty. Készített egy rövid bemutatót, egy filmes bemutatót a regényhez, amelyet a weboldalán meg lehet nézni, meg azt hiszem talán a kiadó weboldalán is, és annyi most egyelőre elég volt ebből. De egyébként ő egy fegyelmezett író, van olyan, akivel beszélgetés reggel 8-kor leül, és mindig ott ül a gépnél, mint aki munkába megy. Van, aki azért ennél lazább a múzsára vár. Tehát az élete, amikor egy könyvet ír, az csak erről szól és beletemetkezik. Are you a disciplined author? So do you sit down at 8 o'clock in the morning and work until like 4 in the afternoon? Or are you the kind of author who waits for inspiration? And can start only working on it then.
somewhere in between, I think. When I'm just starting a project, I don't have a regular schedule like that. I mean, I usually am sitting down at my desk by about 8 in the morning. But it's you know, when I'm still working on the first draft, it comes in pieces. You know, sometimes it's a good day, sometimes it's not. And I'm kind of, I hold it more loosely. I hold it more gently. But if it's, but once I'm really into it, then, you know, the writing day gets longer and longer, and you know, and I become quite obsessed. So, yes, I'm back at the computer every single day. I'm working long hours until finally, at the end, you know, at the end of a project, at the end of a book, that's all I'm doing. You know, that's all I'm doing is writing. So at the beginning, you know, it's a little bit slow, but at the end, it picks up momentum. And it ends up taking over my life. Right. Valahol a kettő között. Az elején, amikor még csak az ötlet van meg, akkor egy kicsit lazábban áll a munkához. 8-kor akkor is leül dolgozni, de akkor vannak jobb napok és vannak rosszabb napok. Aztán, amikor beindul, akkor fegyelmezetten dolgozik, míg a végére, amikor már a könyv vége felé tart, akkor egyre hosszabb és hosszabb időt tölt a számítógép előtt. We had a Japanese lecture with our translation, and can she ask you some questions in Japanese? Sure, I'll try. I'll do my best. Okay, then just a moment. Sumimasen. Ni. Hai, konbanwa. Konbanwa. Deva, yoru desu kara, konbanwa. So is ne, kochi. こちらは朝ですよ. あの、9時ですか? おお、素晴らしい. Én jó estét kívántam neki, és ezen kicsit csodálkozott, mert náluk még reggel. あの、これはやっぱり時間がなんかこうずれてるっていうかおかしいですね. Furcsa az, hogy az órai különbségek vannak közöttünk. そうですね. Watashi no shitsumon desu ga, sumimasen, subarashii shousetsu wa watashi wa taihen suki ni narimashita. Sore kara mo yosa no akiko no shi mo hoyaku shimashita, nihongo kara. Ah, so desu ka. Subarashii desu ne. Domo, arigatou gozaimashita. Watashi wa nihon de wa hoyaku sukoto ga arimashita ka? Mada desu ka? いや、もうありましたよ。 出版は早川文章で、出版社はですね。 去年の3月出版されました。 おお、そうですか。素晴らしいです。おめでとうございます。 ありがとうございました。 タイトルはですね、 ある時の物語。はい、そうです。 Szóval a következő a helyzet. Kérdeztem tőle, hogy Japánban lefordították ezt a könyvet. Igen, tavaly márciusban jelent meg nagyon nehéz Japánról lefordítani a címet. Egy bizonyos holdnak a története, egy bizonyos hold regénye. Tulajdonképpen ez a japán címnek a szó szerinti fordítása. És milyen visszajelzéseket kapott ő? Nihon kara, shousetsu nitsuite ohanashi, sore kara iroiro na kiji ga arimashita ka? Arimashita desu yo. Kotoshi no 3月, Tokyo Kokusai Bungakusai? かな。ちょっと日本語の名前をはい。そういうなんていうの、フェスティバルみたいなのがあって、その時に東京に行って、いろんな新聞の記者とか、いろいろインタビューさせていただいて、で、いろいろ評論家とかさ、いろいろ出たらしいんですね。 Szubarasides ne. Hát azt mesélte, hogy ő maga, amikor kiadták a könyvet,
akkor elment Japánba, és ott különböző interjúk voltak vele, cikkek jelentek meg, tehát nagy siker. Aha, aha. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog, hogy ott is sikert ér el. Ima, watashi wa, ano, ijime, hikkomori, nitsuite, nihonjin no iken wa dou deshita ka? まあ、複雑ですね。それと、まあ、私は日本人ではないんですから、日本人の皆様のために、まあ、あんまり、意見とかは、わからないんですね。でも、やっぱり、なんていうの、社会問題だって、っていうふうに思われてるんじゃないですか。まあ、みんな、すごく心配してるっていうか、これは問題だっていうのは、非常に、まあ、気がついてるわけですね。はい、わかりました。Szóval a helyzet az, hogy Japánban nagyon örültek annak, hogy ezeket a problémákat ő felszínre hozta, és erről írt, és ezt ők nagyon komolyan vették. Meg kell köszönjük a beszélgetést, mert búcsúznánk tőle. Igen. Nem tudom, hogy japánul, angolul, minden nyelven köszönjük meg neki. Neked, Judit, köszönöm, a japánul ezt megteszed, és minden jót kívánunk, várjuk a következőt. Ano, ima jikan ga skoshi dake arimashita kara, ano, domo domo arigato gozaimashita, ano, tsugi no shousetsu o taihen taihen matte imasu. Domo arigato gozaimashita. O karada no oki o つけてください。どうもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それはで、English Newsletter again, and we also okay. Thank you very much. Thank sure. you for your time. Oh, well, thank you, and thank you so much for you know, thank everyone there, please, for me, and for the wonderful job that you're doing, you know, bringing the book out. I'm so happy. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you again. Thank you. Bye-bye. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, amiért. Úgy, és már nincs. Úgy van, Kuberban. Na, hát így. Én remélem, hogy ebben az elmúlt egy órában sikerült az érdeklődést felkelteni. Istenik könyv. Én nagyon szerettem. És szeretem, ez meg különösen nagy élmény volt számomra is. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, lapozgassák bátran, és ígérem, hogy kiszakítja önöket ebből a valóságból, amit egyébként itt zakatolva élünk, és ez jó. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, illetve nektek, hogy szóváltatok velem. Köszönöm szépen.